Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Őrsi Mátyás külpolitikai szakértő volt, külügyi államtitkár, és most Strasbourgból jelentkezik be. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket, hallgatókat is. Szóval elsősorban Lengyelország a témánk, a lengyel választások, illetve hogy ennek az eredménye hogyan fog hatni Lengyelország szerepére az Európai Unióban és a lengyel-magyar kapcsolatokra. Miután tudom, hogy évekig dolgozott Varsóban is, ezért a lengyel közeget is jól ismeri, nem csak az európait, a magyart és a nemzetközit. Hát induljunk úgy talán abból, hogy mi magyarázza a lengyel ellenzék győzelmét. Sokan kételkedtek ebben, hogy végül is Kaczyński és pártja annyira rátelepedett a lengyel közéletre, nyilvánosságra, nagyjából Orbán Viktor receptje alapján, hogy nehéz lesz őket ebből kiborítani, kilökni, de sikerült. Miért? Tudja, 10-ből 10 embert, ha megkérdezett a választások előtt, hogy kit vár győztesnek, akkor mindenki a PiS-t, Kaczyński pártját mondta, és őszintén bevallom a nézők előtt, hogy magam is rájuk voksoltam volna, és azt tapasztaltam most már rövid politikai pályafutásom után, hogy mindenki, aki azt mondta, hogy kizárt, hogy az ellenzék győzön, az a győzelem másnapján már azt mondta, hogy én láttam előre, és rögtön mond legalább 8 okot arra, hogy miért volt szükséges az ellenzék győzelme. Én nem ezt az utat járom, hanem inkább azt mondanám, hogy nagyon nehéz ezt megmondani. Lehet erről okoskodni sokáig, hogy mi történt Lengyelországban. Szerintem a legérdekesebbek a magyar-lengyel különbségek és azonosságoknak az elemzése, hogy mi az, ami esetleg Magyarországra nézve relevanciával bír, és melyek azok, amelyek kevésbé, szerintem mind a kettőből sok van. Egyszer csak minden egyes elnyomó rendszernek vége van. De nem mindegy, hogy mikor, és nem mindegy, hogy hogyan, úgyhogy vegyük végig a különbségeket, vagy az esetleges hasonlóságokat. Szóval mi az, amiért ott, bár nem várták, mégis sikerült, és mondjuk ez a legfőbb kérdés, sikerülhet-e hasonló módszere egy választáson itt? Mondok akkor néhány különbséget, mondjuk először kezdem Orbán és Kaczyński között. Kaczyński egy igazi ideológia vezérelt politikus. Ő azokat a hibákat, vagy néha bűnöket, sőt gyakran bűnöket, amelyeket elkövetett, ő ezeket mély meggyőződésből tette, amikor neki ment a németeknek, amikor neki ment az Európai Uniónak, amikor Ukrajna mellett lépett föl, ő ezekben mélységesen hitt, és neki ez az ideológia vezérelte politikája gyengéje is volt Orbánnal szemben. Orbán szerintem kevés dologban hisz, ő egy rendkívül pragmatikus ember, ő megméri a saját választóit, azt nézi, hogy melyiktől nagyobbodik, vagy melyiktől csökken esetleg, és ő ennek megfelelően politizál. Szerintem ez most az ő szempontjukból Orbán teszi erősebbé. Látok egy olyan nagy különbséget a két ország között, hogy hát Magyarországon nagyon nagy az apátia, egyébként nem kis mértékben Orbán politikájának köszönhetően, szóval ne legyen félértés közöttünk, ez nem a magyarok mások, mint a lengyelek, hanem az Orbán Viktor nagyon-nagyon ügyesen rájátszott. Ezt nem tudta Kaczyński elérni. Lengyelországban az elmúlt 8 év Kaczyński uralom alatt, amikor tüntetések voltak, hát százezrek jelentek meg minden alkalommal az Aleje Ujazdovszkijén, ott az a legfőbb, a tüntetéseknek a legfontosabb színhelye, amikor az abortusz, ami nyilván politikailag egy hiba volt, az abortusz szigorították. Meg ez egy újabb példa arra, hogy Kaczyńskinak fontosabb volt az ő meggyőződése, mint a pragmatikus politizálás. Akkor annyi ember jelent meg Varsó utcáin, sőt a más nagyvárosok utcáin is,
amelyeket azt hiszem, hogy 1989 óta nem látott Lengyelország. Egy olyan különbséget is tudnék tenni, hogy Kaczyński szemben Orbánnal nem nyúlt hozzá a gazdaság alapjaihoz. Ott nyilván korrupció mindenütt van, ott is eltévednek a hatalmon lévő politikusok, de az a rendszer nem arra épült föl, hogy ellopni a közpénzt. És hát még egy érdekességet hadd mondjak a különbségekről. Ugye Magyarországon évek óta megy ez az összefogás kérdése, hogy most kell összefogás, vagy nem kell összefogás. Gyakorlatilag nem tud egy ellenzéki politikus bemenni egy rádióműsorba, egy televízió műsorba, hogy ne arról kérdezzék, hogy akkor most mi van a többi pártokkal. Lengyelországban ilyen nem volt, a pártok nem fogtak össze, hanem mindenki a saját választó közegét kereste, és ott erősítette meg magát. És hadd tegyem hozzá, hogy a pártok, az ellenzéki pártok nem egymással foglalkoztak, hanem a Kaczyński kormánnyal foglalkoztak, a PiS párttal és a kormánnyal foglalkoztak, és a sajtó is ebben annyiban partner volt, hogy nem állandóan az egymással kapcsolatos viszonyukról kérdezte őket, hanem arról, hogy ez mit terve. Ez egy fontos különbség. De megvan a oka, a magyarázata, hogy tudnélik Magyarországon a Fidesz úgy alakította át a választási rendszert, hogy hiába van rengeteg ellenzéki párt, hiába indulnának el összefogás nélkül, miután nem emelkedett ki közülük egy sem, amelyik meg lehet mondjuk nagyjából hasonlóan erős, mint a Fidesz, ezért a magyar választási rendszerben nincs esélye annak, hogy a kisebb pártok bejussanak a parlamentbe. Itt Lengyelországban nem csak a polgári koalíció Tusk pártja, amelyik több mint 30%-ot kapott volt, hanem ott van mellette a 14,5%-os, hogy is hívják ezt a pártot, most ez a Holovnya párt 2050, mindegy, milyen, mert ez is egy koalíció, egy szövetség, meg a Levica, a baloldal a 8,5%-ával, de ezekben bejuthattak úgy a parlamentbe, hogy nem volt a Kaczyński pártnak olyan fajta erőfölénye, mint itt a Fidesznek, ezért ott egy arányos választási rendszerben kijött az, hogy 30,5, 14,5, 8,5, ez több mint 50%, Kaczyńskinak meg egyébként még partnere sincsen. Ez egy alapvető különbség, tehát összefogást kell valahogy elképzelni vagy mutatni. Szóval azt mondja, hogy ennek megvannak az okai, és én ezt nem vitatom, hogy vannak okai, a különbségekről beszélek, de azért ez egy vitatkozós műsor, ezért miközben egyetértek azzal, amit mondott, tehát ebben nincsen közöttünk nézeteltérés, közben készülünk az európai parlamenti választásokra, amely szintén arányos választás, olyan, mint akkor a lengyel, amely nem kényszeríti a pártokat összefogásra, hanem az egy alkalmat arra, hogy a lakosság is lássa, hogy melyik pártban mekkora szufla van, ha szabad így foglalkoznom. Mégis azt látom a televízió műsorokban, a rádió műsorokban, hogy egy politikus bemegy, akkor kap két kényszerű kérdést a gazdaságról, hogy mit képzel el, vagy mit képzel el a munkaerőpiacról, amikor alig tudja a riporter elleplezni ásítását, és akkor csillan fel a szeme, amikor megkérdezi, hogy mit, a múltkor azt mondta a másik párt, hogy akkor most lesz összefogás, nem lesz összefogás, szóval valahogyan nagyon belekeveredtünk ezekbe a technikai kérdésekbe, ahelyett, hogy a politika tartalmáról beszélnénk. Azt fogja erre mondani, hogy ennek is van egy oka, és egyetértek, akár van oka, akár nincs oka, azt kell, hogy mondjam, hogy Lengyelországban ez a dolog ilyen értelemben jobban működött. Egyébként nem akarok senkit bírálni, mert magam is korábban az összefogás híve voltam, és pontosan a magyar választási rendszer jellegéből kiindulva az volt a meggyőződésem, hogy többet tudnak az ellenzéki pártok elérni, hogyha együtt menetelnek Orbánnal szemben, hát 2002-ben ebből egy csúfos vereség lett. Ennek is megvolt a maga oka, tehát ezekről nyilván lehet beszélni. Most csak arról beszélek, hogy a pártok most nem a parlamenti választásra készülnek Magyarországon, hanem az európai parlamentire, illetve a önkormányzati választásra. Ez utóbbiban meg lesznek az összefogások, de azt láttam, hogy az
európai parlamenti választás kapcsán is a politikusok attól kínlódnak, hogy a legtöbb kérdést ezekről kapják, hogy akkor most azt mondta a Konhalmi Ági, és akkor azt válaszolta nem tudom kicsoda, és akkor erre mi a pártnak a reakciója. Én mondjuk annyiban büszke vagyok a demokratikus koalícióra, hogy ezeket kikerüli, és arról beszél, hogy mit tervez, hogyha győzni fog. Szóval visszatérve Lengyelországra, tehát más alaphelyzet, más jogi, más politikai helyzet alapján, de mégiscsak egy az Orbánéhoz hasonló politikát vitt eddig az elmúlt 8 évben ez a bizonyos PISA jog és igazságosság pártja, és vele szemben, mint egy a demokrácia védelmében lépett föl a közép-jobb liberális Tusk párt, meg ez a 2050 a parasztpárttal összefogva, meg a baloldal, tehát mindegyik a maga ideológiai, politikai keretein belül, de mintha alapvetően azt tűzte volna ki célul, hogy vissza kell állítanunk a demokráciát, az Európai Unió normális tagjává kell újból válnunk, és az emberekre többet kell bíznunk, nem szabad hagynunk, hogy az igazságszolgáltatástól a médiáig ez a kormány, mármint a Kaczynszkijé, mindent lenyomjon és mindenkit. Köszönöm, hogy ezt elmondta, mert amikor hát, néha kényszerűségből, de hát a munkám része, hogy olvasom az elemzőket, olvasok újságírókat, különböző véleményeket, és igen gyakran ezek a véleményvezérnek hívom őket, de hát nem feltétlenül a vezérek, de lehet olvasni, hallani a hangjukat, nem győztek kacarászni azon, amikor a magyar ellenzék azt mondta, hogy Európa párti, és azt mondták, ezzel nem lehet nyerni. Na most a lengyel ellenzék pontosan ezzel győzött. Tusknak az volt a szövege, hogy Lengyelországból az Európai Unió egyik legmegbecsültebb és legjobban tisztelt országát fogja csinálni, és a lengyeleknek ez tetszett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem egy elvetendő stratégia pro-európaiságnak a hirdetője, egy erős Európa, amelynek Lengyelország, vagy a mi oldalunkon Magyarország nem egy állandó blokkolója, amik berakják a botot minden küldőbe, amelyik feléjük gördül, hanem egy segítője, mert ha Európa erősebb, akkor erősebb Lengyelország, és erősebb Magyarország is. Csak azért mondom, ez megint egy tanulság lehet, nem biztos, hogy az, de megint csak élesítheti a tudásunkat, vagy szélesítheti a tudásunkat arról, hogy hogyan lehet, vagy olyan érdemes kampányolni Orbánnal szemben. Ez egy tanulság, és maradjunk is egy kicsit még ezen a vonalon. Lengyelország attól erősebb, befolyásosabb, a saját érdekeit jobban érvényesíteni képes ország lesz, hogy Tusk személyében minden bizonnyal egy olyan vezetője lesz a lengyel kormánynak, aki európai vezetői posztokat is betöltött az előző évtizedben. Tehát ez a jobb megoldás, ez a jobb megközelítés a lengyel érdekek érvényesítésére, vagy esetleg az, amit Orbán csinál, láthatóan mindenben szemben állunk, mindenben magyar különutat mondunk és javaslunk és keresztbe teszünk, mert kicsik vagyunk ugyan, de így lesz belőlünk nagy, hiszen állandóan minket számításba kell venni. Hát igen, hogy dübörgünk itt ketten, mondja a kisegér az elefánt mellett. Én ezt a dolgot értem ennek a belpolitikai hatását. Tusk nem csak egyszerűen egy befolyásos európai politikus volt, hanem a három legfontosabb pozíció egyikét töltötte be, az Európai Tanács elnöke volt. Ez kétségkívül egy olyan előny nyújt most Lengyelországnak, hogy óriási a bizalom azzal kapcsolatban, hogy Lengyelország Donald Tusk vezetése alatt milyen szerepet fog vinni az Európai Unióba, de azért ezek a bizalmak, ezek nehezen jönnek létre, nála könnyen, de egyébként nehezen jönnek létre, és könnyen szállnak el. Nem ezen fog múlni, hogy ki a miniszterelnök, és hogy milyen múltja van. Ismerek én olyan volt liberális politikust, nem az Orbánról beszélek egyébként, most egy észt volt liberális politikusról, aki hogy fiatal korában egy kiváló liberális volt, aztán valahogy hazakerült, és egy szélső jobboldali szörnyűség lett belőle. Tehát mindenfajta történetre vannak példáink. Én azt gondolom, hogy Lengyelország a súlyánál, a gazdasági súlyánál, a létszámánál fogva az Európai Unió egyik legfontosabb országa tud lenni, hogyha együttműködik másokkal, hogyha közös
nevezőket keresik, úgy mondják, hogy win-win játékot játszanak, tehát olyan megoldásokat keresnek, amelyen mind a kettő nyerni tud, nem pedig mindig arról szól a játék, hogy az én nyereségem a te veszteséged, mert Orbán leginkább ezt játsza. A magyarok nem tudom miért gondolja, vagy miért van így a kisebb rendőrségi érzésére egyébként sikerrel rájátszva. Én úgy gondolom, hogy Magyarország egyedül marad az eddigi küzdelmeiben. Orbán számára és az orbáni politika szempontjából egy kulcskérdés volt, hogy Lengyelország a legnehezebb pillanatokban ott állt Magyarország mellett, cserébe Magyarország ott állt Lengyelország mellett, a szavazata ott volt, és azért azt észre lehetett venni, hogy amikor a két ország között, vagy a két kormány között a viszony pontosan az orosz-ukrán háború miatt rendkívüli módon elromlott. Rendkívüli módon elromlott, ez az együttműködés akkor is megmaradt, mert hogy ebben a két ország, ebben az Európa ellenes politikájában egymásra volt utalva, ennek vége. Tehát nem csak a két politikus közötti személyes immár ellenszem miatt, mert ezek is közrejátszhatnak, bár nem akkora szerepet játszanak közre, hanem egyszerűen a két ország vezetőjének teljesen eltérő érdekei miatt Lengyelország építkező lesz, és nem fogja ő se eltűrni ezt a destruáló magyar szerepet. Úgyhogy itt Orbánnak most főhet a feje, mondjuk hosszú a repülőút Pekingből Budapestre, hogy ezt alaposan végig gondolja, hogy ilyenkor mit lehet tenni. Talán reménykedik abban, hogy Fico mellé áll, de azt gondolom, hogy ebben is tévedni fog, mert Szlovákia azért lényegesen kisebb súlyt képvisel, mint Lengyelország, és hogyha sikerre akarja vinni a szlovák projektet, és Szlovákia gazdaságilag egyébként jól jár, akkor szerintem úgy, mint Meloni, aki egyébként sokkal nagyobb országot vezet, sokkal együttműködőbb lesz, mint ebben Orbán reménykedik, de ezt csak hangosan gondolkodom, mert nyilván nem láttam a jövőt, de az biztos, hogy ez a szoros, blokkoló mag, ennek így vége van. A V4-eknek, a visegrádi négyeknek, amelyekbe Orbán politikailag sokat fetszölt és megpróbálta, bár ő volt a kisebb játékos, és ezt mindig is hangsúlyozta, hogy hát a lengyelek azok az igazi vezetők, de tulajdonképpen, mintha ő nyomta, tuszkolta volna Kaczynszkit és Kaczynszki Lengyelországát bizonyos irányokba, ők meg szívesen mentek ugyanabba az irányba. Szóval vége lesz ennek, vagy Lengyelország éppen az ukrajnai háború miatt egyre inkább fog támaszkodni a három balti államra, azért a három ország együtt mégiscsak legalább 7 milliós, és gazdaságilag gyorsan erősödik, Romániára, amelyik politikailag, katonailag egyre inkább ehhez a lengyel csoporthoz tartozik, bizonyos értelemben talán Bulgária is. Szóval könnyen lehet, hogy ez a V4, ha nem bomlik is fel, de jelentéktelenné válik, és helyette egy másik közép-kelet-európai csoport erősödik meg? Először is hadd meséljem el, erről nem tudom, hallott-e, vagy a nézők hallottak-e, van egy elég befolyásos európai újság, úgy hívják, hogy Euraktiv. És ennek van egy napi hírlevele, az a címe, hogy The Capitals, vagyis a fővárosok. Ez minden fővárosból naponta lehozza a legfontosabb, Európa szempontjából a legfontosabb híreket, és ez a The Capitals, ez csoportosítja az országokat. Van egy olyan, hogy az északiak, a nyugatiak, van egy olyan, hogy V4-ek, és van egy olyan, hogy Balkán. És képzeljék el, hogy az elmúlt, nem tudom, néhány hétben, vagy talán egy-két hónapban megszűnt az, hogy V4, hanem helyette az van, hogy Kelet-Európa, és ami még érdekes szerintem, hogy Budapestről egyre kevesebb hír jelenik meg, tehát nagyon-nagyon nagy hírnek kell lenni, hogy Budapest meglegyen, miközben Pozsonyból, Varsóból, Prágából napi hírek vannak. De az nem elég nagy hír. Nem elég ez nagy önmagában hír. Semmit nem jelent, de azért egy elég fontos jelzés arra, igen, hogy hogyan látnak bennünket kívülről, akik ebben nem érdekeltek, hogy a V4 legyen-e vagy sem. A V4 ugye azt mondta az imént, hogy Orbán erre nagy hangsúlyt fektetett. Én ezzel így majdnem egyetértek, de csak majdnem, mert Orbánnak a V4 csak akkor és csak addig kellett,
ameddig az ő politikája mögé odaálltak. Mert Orbán nem állt oda senki mögé, ő soha nem tett kompromisszumot, soha nem volt az, hogy más segítsünk meg. Mindenkinek állandóan bennünket kellett, nem kell ehhez politikának menni, ez a saját életünkben is így van, hogyha van egy közösség, és ott mindenki csak a saját hasznát lesi, és nem hajlandó a többiek érdekeire tekintettel lenni, akkor az előbb-utóbb szétesik. Tehát én úgy gondolom, hogy Orbán úgy csinált, mintha neki a V4 fontos lett volna, valójában csak saját maga volt számára fontos. De az igazán érdekes kérdés azok a hosszú távú kérdések. Hát igen, hogy végül is ezzel az új lengyel politikával, esetleg új, szorosabb lengyel szövetségesekkel Magyarország tényleg a senki földjére kerül-e? Szóval bízunk abban, hogy Ukrajna megnyeri ezt a háborút valahogyan. Most nem tudjuk még, hogy hogyan, de valahogyan megnyeri, és az Európai Unió tagja lesz, aztán NATO tagja lesz, nem akarok De nagyon... bocsánat, hogy itt beleszólok. Ha nem nyeri meg, most mindegy, hogy milyen értelemben gondoljuk a nem megnyerést, de valamilyen módon véget ér a háború, vagy egy hosszú, több évtizedes szünet lesz, Európának akkor is ugyanúgy kell reagálnia az ukrán háborúra, és Ukrajna bevonására a közösségbe, NATO-ba, szóval nem hagyhatja a sorsára Ukrajnát. Orbánon kívül mindenki érti. Jó, az Észak-Korea vezető nem, de számítsuk le. Mindenki érti, hogyha a történelemben a hódítókat megnézzük, és most Nagy Sándortól, Napóleonon keresztül, Hitlerig, akkor azt látjuk, hogy olyan hódítót még a világ nem szült meg, aki megállt volna a hódításának egy pontján. Ezt egész világ érti. És hogyha Oroszország megnyeri ezt a háborút, akkor ne legyen a legcsekélyebb kétségünk se afelől, hogy tovább fog menni. Hogy ez most északon a Baltiak felé, szerintem valószínűbb Dél-Moldova, nem tudjuk, de ezt tudnunk kell, és ezt érti a világ, kivéve Orbán Viktort, hogy most kell megállítani. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, bár a lengyel, a magyar vagy a lengyel-európai kérdéshez kevésbé kapcsolódik. Amikor ennek a háborúnak valahogyan vége lesz, akkor én úgy gondolom, hogy létre fog jönni egy rendkívül erős ukrán-lengyel-balti szövetség. Az át fogja venni a V4-nek a helyét, mert hogy először is Ukrajna lényegesen erősebb lesz, nyilván, mint Magyarország bármikor lehet, de nem azért van, mert ukránok jobbak és mi rosszabbak. Hát a Európai Unió második legnagyobb országa lesz, bár nem tudjuk mekkora lesz a mérete. Az egy óriási gazdasági potenciállal, Oroszországgal határosan, szóval egy rendkívül fontos ország lesz, a baltiak ennek részesei lesznek, én el tudom képzelni, hogy délről Románia is részese lesz, amelynek a külpolitikája, hadd tegyem hozzá, az első világháború óta mindig sokkal jobb volt a magyar külpolitikánál, távolabbra látó, stratégiaibb, sokkal jobban tudott szövetségeseket teremteni, mint Magyarország, kiváltan ránézünk most akár a Horthy-féle Magyarországra, vagy a mai Magyarországra, ahol a szövetségesek, annak a náci Németország, nekünk ez a félnáci Oroszország a szövetségesünk, szóval borzasztó a helyzet ilyen szempontból, és akkor azt látom, hogy lesz Nyugat-Európával szemben lesz egy nagyon erős lengyel, balti, ukrán és akár még román front, és mi ott leszünk középen egyedül, senki nem fog bennünket komolyan venni. Spíró György írta a Feleség verseny című regényében, hogy az Európai Unió ketté szakad egy nyugat-európai és egy kelet-európai unióra, de azt írja a Spíró, hogy bennünket a kelet-európai unió se fog fölvenni, mert mindenki gyűlölni fog bennünket. Na most jó, ez egy utopisztikus regény, egyébként ajánlom elolvasásra, ez így nem hiszem, hogy megvalósul, de amire ő fölhívja a figyelmet, az egy nagyon is valós dolog, hogy mitten erősködünk, mutatjuk, hogy mekkorák vagyunk, és mire irányítjuk a nem tudom micsodát, tárgyalunk a Putinnal, tárgyalunk a kínai elnökkel, a Trump egy beszédben megemlít bennünket, hű, ennyire font, tényleg még soha a történelemben nem volt, hogy egy amerikai elnök, egy miniszterelnök, magyar miniszterelnök a nevét ismerte volna, és egy kampányon beszélt volna, ő ennek örül.
Közben az ország rám egy külpolitikailag, mert egyedül maradunk. Igen, Úgyhogy hát. ez egy nagyon-nagyon valós, és szerintem, ha nem tudunk változtatni, akkor egy nagyon fenyegető szenárió Igen, már Magyarország utalt előtt. Orbán Pekingi útjára, és megjelent egy kép erről a csúcs találkozóról, ahol rengeteg külföldi, főleg harmadik világbeli szereplő jelent meg, és azon a központi képen, ahol középen áll Xi Jinping, kínai elnök, mellette Putyin, és a második sorban kettejük között, és hold biztos, hogy ezt így rendezték elő, ezt nem lehet nem rendezni. Kettejük között, de azért a háttérben, a második sorban Orbán Viktor. Tehát ők nagyszerűen tudják, hogy lehet kihasználni az Európai Unióból kilógó, ott demonstratívan megjelenő magyar vezetőt, de hogy nézik mindezt Brüsszelben, az Európai Unióban? Hát hallották, az ész miniszterelnök tett erre Ő egy csak ne nyilvános. szóljon bele, mondta Szijjártó. Jó, hát a Szijjártó a maga módján gorombán szokott szólni. Amikor úgy apránként csöpög a méreg valamiben, ezt látjuk, nem szólalt meg az Európai Unió. Az Európai Unióban ez a jogállamiság, ez egy létező dolog, a magyar miniszterelnöknek jogában áll elmennie Pekingbe, jogában áll találkozni a Putyinnal, ezt nem lehet, ezt a jogát kétségbe vonni. Ennek a politikai következményeit azonban le lehet vonni. Az Európai Unió nem egy üzengető szervezet, szerintem ez egy hibája. Én mindig annak a híve vagyok, hogy tessék jobban politizálni, ne csak tenni, hanem ezeket, tehát beszélni az európai választókkal és elmagyarázni a helyzetet. Tehát nem szólalt meg ebben a dologban, de legcsekélyebb kétségünk se legyen afelől, hogy az Európai Unió és a NATO minden vezetője, mostan Erdogán talán leszámítom, mint NATO vezetőt, azt gondolja, hogy vagy nem értem, hogy a magyarok mit csinálnak, vagy pedig azt mondják, hogy a magyarok már nem velünk vannak. Na akkor az utolsó kérdésem, és akkor mi lesz? Ha az Európai Unióban azt mondják, azt gondolják, hogy a magyarok nem velünk vannak, de hát kirakni őket nem lehet, mi meg remélhetőleg nem is akarunk, mármint Orbán nem is akar kimenni, de mi lesz velünk ott bent? Először is ki lehet tenni mindenkit. Ez nem úgy történik, hogy hoznak egy döntést, hogy Magyarország többet nem tagja, mert ilyet nem lehet csinálni. Azonban Orbánnak köszönhetően a többsebességes Európa projektje felgyorsult. Itt vannak az eurótagországok, amelyeknek szerintem Tusk alatt tagja lesz Lengyelország is. Azt gondolom, hogy Románia már megcélozta, Bulgária mondjuk nem áll jól, de szerintem ő is be akar lépni. És akkor ott állunk, tehát a csehekről nem beszélve, ott fogunk állni egyedül egy olyan ország, akinek nincsen eurója, és akkor az Európai Unió minden fontos döntést, minden lényeges döntést ott fog meghozni az euróországok között. Az Európai Unió úgy megmarad közben, Magyarország ott lesz, a zászló fönnmarad, ha a miniszterelnök kimegy, akkor a vörös hüvelyk kigördül, de ott már fontos dolgokról nem lesz szó, mert azt előtte megbeszélték. De ez még mind semmi. Mert elveszítjük az Európai Uniót, mint igazi, tehát nem mint papíron szövetségest, hanem mint egy valódi szövetségest, és ezzel egyidejűleg elveszítjük az összes új barátot Oroszországgal, Törökországgal, Kínával, mert számukra csak addig vagyunk érdekesek, ameddig az EU tagjai vagyunk, és abban a pillanatban, amikor az Európai Unión belül eljelentéktelenedünk, amikor rajtunk keresztül már nem lehet elérni semmit, amit ők szeretnének elérni, ott is vannak nagyon sokfajta ambíciók, akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen, keresünk egy másik partnert, és akkor úgy fogunk itt állni, mint a történelmünk során olyan sokszor teljesen egyedül kiszolgáltatottan. Ez az eredménye ennek a magyar politikának, amin természetesen lehet változtatni. Ehhez nyilván az ellenzéki pártoknak és a magyar választóknak egy lényegesen nagyobb aktivitására van szükség. Be fog következni, és akkor itt térnék vissza a legelső kérdése kapcsán elmondottakra. Nem tudom megmondani, hogy mikor.
Másnap én is elmondom, hogy miért akkor kellett bekövetkeznie, mint mindenki más, de én azért abban bízom, hogy ez előbb fog bekövetkezni, mint az a nagyon-nagyon-nagyon sok pessimista elemző és újságíró szokta mondani, egyszer csak így múlt időbé válik. Őrsi Mátyásnak köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést.